Sziasztok! Négy dolgot fogok elmondani, ami segít neked abban, hogy megszűnjön az aranyér, illetve kakilási, pisilési nehézségek. Nézzük először azt első pontban, hogy mi ennek az oka röviden. Aranyér ö, és pisilési nehézségek azért alakulnak ki, mert az ember akaratlagosan erőből, izomból próbálja nyomni. Bármennyire is hihetetlen, pont az az oka az aranyérnek és szorulásnak és vizelési nehézségeknek, amit te megoldásnak próbálsz használni, hogy izomból, erőből nyomni. Tehát az első pont az, hogy ezt hagyd abba. Folytatni fogom, hogy mi a, az oka mélyebben a kakilási pisilési nehézségeknek, illetve aranyérnek, de most ugorjunk egy kicsit a megoldásra, hogy mi a megoldás. Menj ki a WC-re, amikor kakilni vagy pisilni kell, ülj le a WC-re, és egy picit se nyomjad, csak várj! Igen, nem fog történni semmi első alkalommal, sőt, második, al harmadik alkalommal se valószínűleg. De a szervezetben van bárminnyire hihetetlen, van egy intelligencia, van egy önszabályozó rendszer. És felfogja a szervezet, hogy te most már nem fogod nyomni sem a pisit, sem a kakit, hanem neki kell ezt megoldania. És azért vissza fogja állítani a régi rendszert, a régi programot, ami mondjuk gyerekkorodban működött, hogy csak leültél a vécére, és a szervezet magától elintézte a pisilést, kakilást, anélkül, hogy te egy picit is nyomtad volna. Tehát menj ki a vécére, amikor kakilni pisilni kell, ülj le a vécére, és várj, és picit se nyomd és utána álljál föl, amikor ugye, mit tudom én, ott ültél 20 másodpercig, álljál föl, gyere ki, öltöz fel, és legközelebb, amikor kell pisilni, kakilni, akkor megint ülj le a vécére, és megint egy picit se nyomd. És ezt csináld újra és újra, mindig, amíg Valószínűleg, nem tudom, hogy ez másoknál mennyi, de valószínűleg 3-4 ilyen alkalom után a szervezet már picit elkezdi saját maga megoldani ezt a dolgot, tehát saját maga kezdi el az ürítést, amit eredetileg ugye ő csinált, tehát elárulom annak, aki nem tudná, hogy egy normál pisülés-kakilás az úgy zajlik, hogy bemegy az ember a vécére, egy picit se nyomja, Ö, körülbelül 5 másodperc szembelül elkezdődik a, a kakilás, pisilés, teljesen magától lezajlódik, Ö, körülbelül 5-10 másodperc alatt, utána az ember kitörli a fenekét, feláll és kimegy. Tehát az, amit sokan csinálnak, hogy ott ülnek a wc negyed óráig, ez egy beteg dolog, ez egy abnormális dolog. Egy normál ember fél percen belül, kijön a fél perc után kijön a WC-ből. És te, neked is erre fog visszaállni a szervezeted. És el fogok mondani olyan dolgokat, amik még segítik ezt a folyamatot, hogy visszaálljon a szervezeted a normális működésre. De ahhoz, hogy ez érthető legyen, nézzük meg mélyebben, hogy mi az oka mélyebben a kakilási picsilési nehézségeknek, és ennek következtében az aranyérnek is. Hát nagyon egyszerű, ugye már tudományosan is elfogadott az a dolog, hogy minden betegségnek, sőt, majd később rájönnek, nem később, hát igazából a kvantumfizika már most is rájött, hogy mindennek lelki- tudati oka van, ami fizikai szinten történik. Tehát minden betegségnek, sőt, minden balesetnek, stb. stb. Akik ezen még mosolyognak, meg ezoterikus dolgok, dolognak tartják, azok egyszerűen tudatlanok kvantumfizikából, és biológiából, és pszichológiából. Hogyha ezt tudjuk, hogy mindennek lelki tudati oka van, akkor itt kell, vagy itt is kell megoldani. Elmondtam a fizikai részét, hogy fizikailag mit csinálj a vécén, illetve mit ne csinálj, de akkor most nézzük a lelki részét, hogy lelkileg hogyan tudod segíteni ezt a folyamatot. Ugye fizikailag mi a pisilés-kakilás lényegét tekintve? Ürítés. Ugye azokat az anyagokat, amik már nem kellenek a szervezetben, sőt, akár károsak is lehetnek a szervezet számára, ha sokáig még ott maradnak, azokat a szervezet kiüríti saját magából. De valamiért, például a te szervezeted, vagy valakinek a szervezete ezt nem akarja megtenni. Ez a lelki, a lelkének a fizikai kivetülése, megnyilvánul, megnyilvánulása, levetülése fizikai szintre. Tehát lelkileg valamit az adott ember nem akar elengedni, aminek már nincs ott a helye az életében, nincs ott a helye a lelkében, sőt, káros lehet az életére, a lelkére, magára. De valamiért ragaszkodik ez az illető ehhez a dologhoz, emberhez, munkahelyhez, állapothoz, akármihez. Tehát ezt, hogy a pisilés-kakilás normálisan lezajlódjon, vagyis ez a fizikai ürítés, elengedés normálisan lezajlódjon, ezt a folyamatot segítheted azzal, hogy lelkileg is elengedsz mindent. Hogyan lehet ezt megtenni? Mindenre nagyon egyszerű a megoldás. Leülsz a vécére, nem nyomsz egy picit sem, semmit, és mondogatod azt, hogy elengedek mindent. Pszichológiai tény is az, hogy a lélek, a tudat, lélekben és tudatban programok futnak, programok működnek amiket például gyerekkorban sokat mondtak neked, hogy ilyen vagy olyan vagy, de hülye vagy gyerekem, olyan vagy, mint apád, meg milyen ügyetlen vagy, stb. stb. Másrészt olyan programok futnak, amiket az emberek saját magoknak mondanak. Jaj, de hülye vagyok, már megint elcsesztem, stb. Nem igaz, hogy nem tudom ezt megcsinálni, stb. Ugye? Na most ezeket a negatív programokat nagyon egyszerű kicserélni pozitív programokra, egyszerűen csak felül kell írni pozitív programokkal, vagyis mondogasd azt, hogy például ügyes vagyok, okos vagyok, szeretem magam, sikeres vagyok, boldog vagyok, stb. De ne egyszer mondd el, ne is tízszer, ne is százszor, hanem naponta legalább százszor hiszen az elmúlt mondjuk 50 évben, vagy 30 évben, vagy mióta, mióta ezeket a negatív programokat mondogattad, vagy gyerekkorban hány százszor, vagy hány ezerszer elmondták neked, ezt ugyanannyi szer kell pozitív megfelelőjét elmondani, ahhoz, hogy felül íródjon. Visszatérve a kakilásra, pisilésre, tehát amikor leülsz a vécére. De egyébként is napközben is bármikor mondogathatod ezt, hogy elengedek mindent. Először nehéz lesz kimondani, a, amikor valaki elkezdi azt mondogatni, hogy szeretem magam, akkor is van, hogy nagyon nehéz ezt kimondani, elkezd sírni, stb. Ebből is látszik, hogy van valami bel belső ellenállás, ugye ezekkel szemben a emberek 99%-a nem szereti magát, csak azt hiszi, hogy szereti magát. De amikor elkezdi ezt mondogatni, hogy szeretem magam, szeretem magam, és érez egy belső ellenállást, az azt jelenti, hogy nem szereti magát. Hiszen a jelenlegi helyzettel ellentétben áll az, amit mond. És ezért kellemetlen a számára kimondani ezt a két szót. Tehát visszatérve mondogasd ezt, hogy elengedek mindent. Vécén még el is képzelheted, miközben mondogatod ezt, hogy elengedek mindent, el is képzelheted, hogy, va, hogy azok a dolgok kiáromolnak a fenekeden keresztül, a WC-be, a csatornába, amiket el kell engedned már, amik már amiknek már nincs ott a helye az életedben, a lelkedben, bármi dolog, bármi személy, bármi, bármilyen állapot. És ettől is egyéb, egyébként tapasztalhatod azt, hogy amikor elkezded ezt mondogatni, akkor egyszerűen elindul a széklet és a vizelet lefelé, elindul, lehet, hogy először nem fog teljesen kimenni, de érezni fogod, hogy na elindult magától. Eddig korábban, amit nyomnot kellett, és nyomással, hogy akaratlagosan izomból próbáltad kipréselni magadból, aminek amúgy magától kéne kimennie, ugye, pisinek, kakinak, tapasztalni fogod, hogy ettől a mantrától, hogy elengedek mindent, magától elindul. Lehet, hogy első alkalommal még nem, de egy többedik alkalommal már igen. Aztán lehet, hogy lesznek olyanok, akik számára ez egy negatív, tehát negatívnak ítélik azt, hogy elengedni mindent. Hú, elengedek mindent, hát akkor mi marad, ugye? Hát ez is egy téves világképből adódik, hogy ugye mindent meg kell szerezni, és nálam itt legyen, és fogjam, és kapaszkodjak bele tíz körömmel, mert az az enyém. Na, ennek a beteg világképnek most van vége, ugye most haldoklik 2020-ban, és kezdődik egy új korszak ami pedig az igazságon alapszik. Az igazság pedig az, hogy semmit nem kell fognod, ragaszkodnod hozzá, és tízkorom, és hozzá kötnöd magadat, tehát kötelékek és ragaszkodásokat el kell engedni, és akkor tudod befogadni az újat, ugyanis magától minden beáramlik az életedbe, minden pozitív dolog, ha te ezt engeded. És ha elengeded azt, aminek már nincs ott a helye, és már szeretne elmenni az életedből. A földi élet egy folyamatos változás. Te is már nem olyan vagy, mint öt éves korodban, igaz? Teljesen megváltozott a tested, teljesen megváltozott a lelked, vagy szinte teljesen. Tehát. Egyszerűen fel lehet ezt fogni, hogy az élet változás a földi élet. Hogyha te ezzel ezt engeded, akkor fog az életed egy boldog élet lenni. Hogyha próbálsz megtartani dolgokat, ragaszkodni dolgokhoz, akkor egy ilyen feszültség és egy ilyen rabság lesz ez az élet, ez az inkarnáció. Tehát az elengedés az egyáltalán nem azt jelenti, hogy elveszíteni a dolgokat, hanem azt jelenti, hogy a régi, úgymond rossz, negatív dolgokat, amik már számodra károsak, mert már lejárt az ideje, ugye, egy lejárt szabatosságú ételt, azt már nem eszed meg, hanem kidobod a kukába. Azt elengeded, aminek már lejárt az ideje. Lehet ez egy kapcsolat is, tehát valakit is el lehet engedni, és akkor be tud lépni az életedbe egy új pozitív dolog, egy új pozitív párkapcsolat, egy új pozitív állás, munkahely, egy új testi állapot, egy új lelki állapot, egy új lakhely vagy bármi más dolog. Tehát az elengedéshez hozzá, vagy az elengedés mellett mondogathatjuk azt is, hogy befogadom a hozzám áramló új pozitív dolgokat. Kész vagyok a változásra. Bátor vagyok. Szeretettel és köszönettel fogadom mindazt, amit az élet, az univerzum nekem szán bátran rálépek az új saját utamra. Most 2020 abszolút egy ilyen év, hogy elengedjük a régit, a már nem működőt, és rálépjünk egy új útra, elkezdjünk egy új életet.